Gorbacsov az egy nagyon vitatható figura, sajnos. És én azt hiszem, hogy egy nagy baj, hogy a lépéseket nem számítják ki előre, azoknak a hatását. A szovjet vezetés most. Világos, hogy a régit nem lehetett csinálni. Valamit lépni kellett volna. De talán nem kellett volna, hogy egyszerre mindenféle szellemet kiengedni a falat. Mert ez nem vezetett csak valamilyen katasztrófához. Nézze meg most ezeket a köztársaságokat, mindenütt lázongások vannak. Azelőtt is volt nacionalista ellentét, én ezt nem tagadom. Azt se tagadom, hogy le volt folytva ez az ellentét. De hát most azzal fenyeget, hogy szétszakad az egész Szovjetunió. És akkor azt nem fogják tűrni, nyilvánvaló összeütközésekre kerülhet a sor. És az nem jó. Se nekik, se nekünk. Ugye ez a nagy probléma. Na most Gorbacsov valahogy úgy van, mint Hruscsov. Kívül nagyon népszerű, belül már kevésbé. Hruscsov is így volt, ő a nemzetközi politikája miatt nagyon népszerű volt kint, de én már 61-ben hallottam a villamoson, hogy szidják, mint a bokrot. Egész nyíltan. Szovjetunióban, mint a metró. Úgyhogy én ugyancsak egyszer találkoztam a Gorbacsovval, nekem nagyon szimpatikus volt, úgy láttam, eszes ember, de az nem elég egy politikusnak. A politikusnak tudnia kell, hogy ma megteszi ezt a lépést, az milyen következményekkel jár holnap, meg holnap után. Mert ha ezt nem tudja kiszámolni, akkor nagy bajok történhetnek. Mi történt a nemzetközi munkásmozgalommal? Most? Hát nézze, ott van Kína. Nincs kizárva, hogy ilyen polarizálódás megy majd végbe. Nincs kizárva, mert most kezdik a kínaiak bírálni a Gorbacsovot. Kezdik bírálni, és végre ugye nagy nehezen helyreállt a két ország és a két párt viszonya. Nincs kizárva, hogy most ez megromlik. És azért mondja, hogy úgy tűnik, hogy a nemzetközi munkásmozgalom mekkája ezentúl Pekingbe lesz? Hát azt akarták a kínaiak korábban is. Nem emlékszik a 20. kongresszuson, mert még fiatal ember. A 20. kongresszuson a Hruscsov után, ugye a Sztálin beszéd után, kínaiak úgy értékelték, hogy a Szovjetunió elvesztette a vezető szerepét. Elvesztette azt a jogát, hogy a szocialista világot vezesse és a kommunista mozgalmat vezesse. Ez egy hosszú, óriási, hosszú vita volt, csak valamikor a 70-es évek közepén nyugodott ez meg. És hát ugye most én nem tudom, hogy ennek aztán beláthatatlan következményei lehetnek. Ön hogy személyesen hogy élte meg és hogy döntött a magyar munkásmozgalom fölbomlási folyamatában itt? Hát nézd, én olyan alkat vagyok, hogy ilyen megrázkódtatásokra nem az a válaszom, hogy egye meg a fene az egészet. Mit kínlódok én ezzel? Visszavonulni a vackomba is, nem törődni az egészen. Én szerintem ez nem veszett el, Magyarországon se, sehol se, ez az ügy. Most van egy ilyen nagyon mély krízis, amely ugye egy-két ország esetleg azzal járhat, hogy visszaáll a tőkés rendszer. Magyarország is köztük van? Magyarországon a legnagyobb a veszélye. Mert itt a párt nem tartja kézben az eseményeket. De azért ugye más országban kézben tartják. Jobban, mint Magyarországon. Még a lengyelek is. A lengyelek most készülnek megtenni ugyanazt a halálugrást, amit mi megtettünk itt az MSZMP-vel. Hogy feloszlatni, vagy átalakítani? Vagy? Hát nem az, hanem ugye azt gondolni, hogy megszervezünk egy pártot, amit MSZP-nek hívnak, és majd a tagság százezrével átigazol. Hát ez egy naivitás volt. Én nem tudom, hogy hova tették az eszüket azok a bőrszpolitikusok. Én az ő helyben nem ezt csináltam volna. Azt csináltam volna, hogy ez a MSZNP, ez a politikája, aki nem ért vele egyet, lépjen ki. És akkor ott maradt volna 300 ember. Hát így nem, hát itt egy kis párt lesz az MSZP. Hát ez nem vitás. Olyan vereség vár ránk a választáson, hogy attól kódul. Azt mondja, hogy ránk. Tehát az MSZNP-re is, bár szerintem az MSZNP az jobb eredményeket fog elérni, mint az MSZP. De ez az eredmény
én szerintem 10-12%-kal, a mi esetünkben százalék, nem lesz több. Az MSZMP esetében? Az MSZMP. Most az MSZP-t azt ugye 7-8%-ra becsülik. És összefoghatnak ismét? Tessék? Összefoghatnak ismét? Hát mi akarunk, ez nem rajtunk áll, ez rajtuk áll, az MSZP-nál. Ott pedig ugye tudathasadásos álláspont van. Hogy? Hát úgy, hogy az egyik része akarja, a másik része nem akarja. Az majd kiérlelődik, megérlelődik ez a dolog. Mi minden esetre olyan kérdésekben, amikkel egyet tudunk érteni, mi összefogunk, nem csak ők velük. Mi még a jobb oldalon is hajlandók vagyunk. Az MDF-nek például az a álláspontja, ha ez igaz és őszinte, hogy nem kell elkótyavetyélni az üzemeket, hanem ezt ugye nagyon ellenőrzöttön ezzel én egyetértek teljes egészében, csak attól félek, ez nem őszinte. Inkább azt fáj, hogy nincsenek benne a buliban. Mert ugye a vörösiparbárok azok most átmentik magukat a kapitalista rendszerbe, és ők meg kimaradnak ebből a jó lehetőségből. Most önök az MSZMP-be, mivel hogy látják, hogy a Szovjetunióban a munkásmozgalom leépülőben van, tehát a nemzetközi munkásmozgalmat föladták. Hát nézd, a Gorbacsovnak ugye két útja van. Már sajnos nem nagyon van, mert már össze van kutyulva a dolog. Ugye az egyik út az, hogy ő keményebb intézkedéseket hoz. Ezt már megkezdték. Ebben a szükségállapot bevezetésével a sztrájkok tekintetében, hogy ez már meg van tiltva. Most jön a nagy kérdés, Litvánia. Mi lesz a litván párta? Milyen lépéseket tesz? Ettől nagyon sok fő. Mert ha az SKP-be beleegyezik, akkor jön a többi is. Lettország, Észtország, Grúzia, Azerbajdzsán. Még lehet, hogy az ázsiai. És ezt ön például tragédiának fognak. És mi lesz, hogyha Ukrajna megmozdul? Ahol ott van ugye a ipar lelke, a mezőgazdaság lelke. Úgyhogy ez nagyon katasztrofális lenne, ezért én nem hiszem, hogy ettől eltekintenek. A másik pedig az, hogy esetleg fölváltják valaki mással. Ez is lehetséges. Ez is lehetséges. Ő többször fölajánlotta már ezt. Hogyha ugye nem fogadják el az ő peresztrojka vonalát, hát akkor ő félreáll. Ez is lehetséges. Sajnos az kizárt szerintem, hogy ugyanilyen változatlan módon menjen, mert nincs élelem, nincsenek közszükségleti cikkek, lázongások vannak az egész országban. Ugye ez így nem tartható egyszerűen. És úgy tartható lett volna a perestroika előtti állapotában, hogy volt? Nem. Mondtam, hogy kellett volna változtatni. Csak nem így, hogy nem számítom ki, hogy mi a következmény. És mondjuk egy kis magyar MSZMP, ami ön szerint megújulásra még igényt tartott, nem veszett el a munkásmozgalom, mondta. Ilyenkor fölveszi az erős Nagy Kínával a kapcsolatot, hogy nem, esetleg... Az MSZMP-nek nincs senkivel kapcsolata most. Egyedül ugye az a távirat, ami jött Gorbacsovtól, meg néhány más pártól, hát az mutatja, hogy azért kontaktusok persze lehetnek, csak hát ugye a szovjet politika az azt nézi, hogy ki van hatalmon, melyik párt. És ez esetben az MSZP még állítólag hatalmon van, bár szerintem nincs. Úgyhogy, és hát természetesen. Na mostan, ugye ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy azelőtt, hogy mindig azt mondták a kommunista pártokhoz, gurul a rubel, nem gurul, kopejka se gurul. Annét viszont gurul a dollár, csőstől, nagyon sok párthoz. Ez a sajátossága a mai helyzetnek. És mi nem is hiszük, hogy gurulni fog a rubel. A saját ereinkből kell kikeszmerekből ebből a helyzetből, de hát ugye egyelőre az a helyzet, hogy a mi tömegeink képesek és hajlandók áldozatokat hozni, majd meglátjuk később, hogyan alakul a dolog. Most én láttam egy televíziós közvetítését az egyik gyűlésüknek, és ott láttam egy arcot. Elfogadják azt MSZMP tagnak, és... Kit láthatod? A Vidát. Tessék? A Vida.
nevű bíró, bírónak az melyik? Arca tűnt föl. A bíró? Bírónak az arca. És az a kérdésem, hogy vállalnak-e vele közösséget, mert hogy... Hát nézd, hát azt sem tudom, hogy MSZMP tagja a világ. Azt én nem tudom. Tehát én láttam, hogy ott tehát tűnt. Tehát van több ilyen régi vezető. Itt nem, a mérce az, hogy vezető szerepet exponált emberek, akikre ugye az ellenpropaganda mindenfélét ráfoghat, azokat nem akarjuk vezető szerepbe látni. Hát ezért fiatal a vezetőség. Ezért vannak olyan emberek, akik azelőtt nem játszottak szerepet pártvezetésben. A Gorbacsovval kapcsolatban én nekem az a bajom, akár veszik föl, akár nem, hogy hallatlanul bölcsnek és okosnak tartottam, amikor ugye a változásoknál azt mondta, hogy hát a Szovjetunió az egy nagy hajó. Emlékezzenek talán rá, hogy ezt mondta. És egy nagy hajó az nagy ívben fordul. Hát hova került Gorbacsov ettől? Nem lehet úgy átvágni gátat, hogy egyszerűen nem nézem meg, hogy hova folyik a víz, vagy mennyi víz folyik, mit áraszt el ez a víz. És sajnos szomorúan kell látni, minthogyha nem tudna az áradatnak ellentállni. De most valamikor itt azt hiszem a beszélgetés elején szó volt, nem tudom melyik filozófus vagy politológus mondani, hogy tényleg olyan korszakban élünk, hogy történelmi korszak, halvány fogalmunk nincs róla, hogy tulajdonképpen mi is fog kialakulni Kelet-Európába, meg az egész világon, halvány fogalmunk. Hát, hogy elrendeződnek a dolgok, ez gondolom, hogy nem egy teljesen alaptalan, optimista lelkesedés. Tehát, ami meg itthon van, tudja, ez már egy másnapi téma lenne. Nem biztos, hogy feltétlenül így kellett volna alakulni a dolgoknak, ahogy alakultak. Önt hogy érintette, ami történt? Borzasztóan. Hát valahogy úgy, az, hogy változások kellenek, hogy demokratizálás kell, hogy új alapokra kell helyezni a dolgok, stb. Ezt én ugyanúgy tudom, és ő is tudta. De az, hogy felborult minden, és hogy mindent bemocskolnak és sárral dobálnak, amiért mi éltünk, amiért az életünket adtuk, ez nagyon rosszul esik. Mert most megkérdőjeleződött az egész életünk, és az, hogy bűnösök voltunk, vagy gyilkosok voltunk, vagy mi. Szerintem Kádár János nagyon nagy fia a magyar népnek, és a történelem valamikor ezt helyére fogja rakni. Most a gyilkossággal kapcsolatban meg kell mondani, hogy a Nagy Imre kivégzés és a Nagy Imre társai és 56 utáni kivégzések kapcsán felvetődik, hogy Kádár János tudott ezekről, illetve gyilkos volt-e. Ebben értem, ahogy például, úgyhogy az is kérdezem konkrétan, hogy például Nagy Gáspár a versébe írja, arról ő tudott? Igen, hogyne. De szerintem ő legjobb meggyőződése szerint járt el, hogy mi történt, ezt tulajdonképpen senki nem tudja. Ő erről soha nem beszélt, hogy a Nagy Imre kivégzésre végül is hogy került sor, vagy erre az ítélethozatalra. De hogy ez a szocializmus elleni dolog volt, már szóval a Nagy Imre fellépése és tevékenysége, ebben ő meg volt győződve. És az, amit már mondtam a csehszlovák események kapcsán, hogy Nagy Imre kommunista volt, de aztán szóval az események logikája odáig vitte, hogy ő effektíve kárt okozott az országnak, így tartotta. Azt mondja, hogy ő tudott erről a versről, amit a Nagy Gáspár írt. Erről mit tudna mondani, hogy ez hogy derült ki? Hát valaki hozta azt a lapot, amelyben megjelent, és mondták, hogy hát így kell olvasni, és
De nem beszéltünk róla, gondolom, hogy biztosan nem is esett neki jól, vagy hogy beszéljen róla, szóval nem volt róla szó konkrétan, csak hát mi ott a berkekben beszélgettünk. Mi volt az, hogy a berkekben beszélgettünk? Azok? Hát ott az mi hárman vagy négyen voltunk összesen, tulajdonképpen ketten voltunk, a titkárság két emberből állt, aztán a Katona István még jött oda, amikor nyugdíjba ment, akkor jött oda úgy ilyen kisegítőnek, vagy nem tudom, társadalmi munkatársnak. Hát mi voltunk a berkek, és aztán volt még néhány olyan ember, akit mi. Szóval magunkat úgy hívtuk, hogy Vasbrigád, akik a Kádár János csapata. Most ebben a Vasbrigádban nem lehetett könnyű olvasni egy olyan versolyt, hogy a főnök gyilkos. Hát világos. Igen, szóval hát mi mélyen fel voltunk háborodva, és aztán, és ez tényleg igazságtalan, mert, és amiért például lemondtuk a Népszabadság előfizetését, mert tavaly valamelyik számba megírták, hogy még a temetés előtt, még a szemezze. Nem, temetés után talán, mindegy, hogy, hogy ez egy közönséges politikai gyilkosság volt a Nagy Imre kivégzése, és ennek első számú felelőse Kádár János. Ezt én így nem tudom elfogadni. Ha szavazásra bocsájtanánk egy olyan cédulát, amin három rubrika van. Az egyik az, hogy hallgassuk meg Biszku Béla tanácsait. A másik az, hogy hagyjuk békén, ne törődjünk vele egyáltalán. A harmadik pedig az, hogy meg kell büntetni. Mit gondol, hogy mire, mit ixelne be a nép a három közül? Hát attól függ, hogy mikor. Most. Most. Hát ez a nép nem egységes ebbe a kérdőben se. Lehetséges, hogy azt ixelném, hogy meg kell büntetni. Lehetséges. Csak az, aki ezt ixelnében nincs a teljes igazságnak a birtokában. Nem ismerik ezeket a tényeket. Én egy újságírótól hallottam. Titkosan zajlottak. Várj csak egy pillanat. De azért ugye el lett ez terjesztve. A felelősség áthárításának nagy mesteré vannak ám a magyar pártban. Ki? Ha nem tudná. Hát például az Acél. És még? A Berendt Éva, meg a többiek. És kik ezek a többiek? Hát mondja, hogy... A nyerség, hát az MSZP-nek az elnöksége, aki ezt az egész dolgot kiagyalta. Hát nem ismeri a nyerset? Hát az MSZP elnöksége, annak az állásfoglalása volt. Ez azt jelenti, hogy ők ezeknek a kérdéseknek nem mentek a mélyére. A felelősség áthárításnak ez a szisztémája, általam ismert. Amikor az ember azt mondja, hogy ezer oldalról megmutatja, hogy ilyen meg ilyen hibák vannak, akkor még az 1001-et is előveszik, hogy kibújjanak alóla. Ezt nem szabad csinálni. A felelősséget azt el kell ismerni, és higgadtan beszélni kell arról, hogy mik az okai. Milyen tényezők idézték ezeket, ezt a helyzetet elő. És ott aztán már tudományos igényűnek és tárgyalagosnak kell lenni. Az előbb mondtam, egy újságíró mit mondott nekem. Azt mondja, hogy aki először mondja, annak előnye van. Ezt én érzem. Én nem álltam ki sehova se felelősséget állítani. És különböző rágalmakat fölállítani. De annak valóban előnye van, aki először mondja, mert a másiknak már csak védekezni kell. Na de ez a történelmi igazság. Ez a teljes igazság, amit azok ott leírtak is. Ez a legkönnyebb dolog, áthárítani a felelősséget. De az nem, mert akkor mit csinálnak? Hát tessék, hát megbüntetjük. Attól mi lesz? Mi lesz jobb? Jobb lesz az országnak a helyzete? Megnéztem pontosan, hogy mik okozták ezt a helyzetet? Nem néztem meg, csak a személyre mutogattam. És lehetséges, hogy azok a személyek, akik ezt mutogatják, mert azok a Brezsnyevvel... Brezsnek bepanaszolta a magyar vezetőket. Hát ezzel ellen védekezzen maga. Hogy védekezik? Ez el van terjedve, én mondom, hogy nem igaz. Azért nem beszélek róla, mert pletykákat nem cáfolok.
De hogy bizonyítsam be, ez egy pletyka? Nem egyszerű dolog ez. Föl lehet vetni egyáltalán felelősség kérdését, vagy hogy látja ezt a kérdést, hogy mi lenne ennek a vitának a tárgya például, amit a Nyers Rezsővel lefolytatna? Ne, hát a Nyers Rezső azt mondta, hogy erre itt tényleg szükség nincs, ők nem erre gondoltak, meg nem felelősségre vonásra gondoltak. Mondom, akkor nem értem, mi az egésznek az értelme. Hát hogy mégis öt embert itt kitettetek a kirakatba, hogy halló, ezek a... Hát mi vagyunk a felelősek ennek az országnak, a sorságnak alakulásáért? Hát tényleg komolyan veszed? Nem, hát ez nem így gond. Hát akkor miért ezt közöltétek, hogyha nem erre gondoltatok? Hát mondom, abba egyeztünk meg, a választások után visszatérünk. Hát majd visszatérünk. Ez egy olyan téma, hogy ezt mindig elő lehet venni. Mindig elő lehet venni. Lehet hivatkozni, hogyha nincs eredmény sebbe, se abba. Igen, mert tönkretették az országot. Kik tették tönkre? Ezek tették tönkre. Ezt mindig elő lehet venni. De hát én ettől nem félek, mert van személyes felelősségem is persze. De hát azért, aki ezt nem fogja föl és nem érti, már pedig hát ezt a politikával foglalkozó embereknek érteni kell, hogy mi ebbe az érdekszférába tartoztunk, és nekünk ez volt a rendeltetésünk, hogy ez szerint, a séma szerint dolgozzunk, ami itt a számunkra kötelező módon elő volt írva. Hát ezt valaki nem fogja föl, ja, ebben nem lehet fölmenteni. Én abban kezdtem a bizottság ülés, hogy uraim, se egy csöpp vér, se egy fillér nem ragad a kezemhöz. A bizottság elszámoltatás vagy meghallgatás volt. Hát a többit pedig tessék, tényszerűen nézzük meg és menjünk végig a dolgokon. Akkor jöttünk be, akkor néztük, hogy ebbe a házba senkinek nincs kiírva a neve, önnek sincs. Miért? Azért nincs, mert volt egy igen tisztelt riport abban az időszakban, amikor jöttek ide, hogy a riportot és a többi, és a többi, és már nem akarom ezt minősíteni, megkeresett egyik folyóiratnak a munkatársa, hogy szeretne velem interjút csinálni, meg is csináltuk az interjút, és a legnagyobb meglepetésemsel olvasom az interjú elején, hogy amikor beléptem ebbe a bérházba, láttam, hogy nem a reform hívek szálláshelyén vagyok, és név szerint felolvasta, hogy felsorolta, hogy kik laknak itt. Na most akkor itt a lakótársak is megijedtek, hogy micsoda dolog ez, hát mert ugye itt névtelen följelentések, nem velem kapcsolatban, én semmiféle ilyen fenyegetést nem kaptam, de nagyon sokan a miniszterelnöktől kezdve, hogy mindenki kapja fenyegető leveleket, meg telefonokat, és a többi, és a többi, és megijedtek, és gyorsan levették a névtáblát. Én kik laknak itt, kik a lakótársak? Márkonyi Péter, Krasznai Lajos és a Lakatos Ernő. Ezek laknak itt. Hát nem is laknak itt, mert nincsenek ki. Hát nincsenek is itt, de megijedtek és leszették gyorsan a héttáblát. Félnek ezek az emberek? Én nem tudom, hogy ki fél, én nem félek. Lehet, hogy megint ostoba vagyok, de én nem félek. Hát félnek, mert fenyegetőző leveleket, telefonokat kapnak, persze, hogy félnek. Mint hogy sokan félnek. Hát mindenki tudja, hogy miért fél. Nem félek. Nem fél a jövőtől? A saját személyes vonatkozásaimon? Én a saját jövőmtől azért nem félek, mert én számot vetettem a sorsommal. Én a sorsom elől nem futok, se ide, se oda, mind ahogy ezt nagyon sokan tették, vagy teszik. És állok elébe, aminek elébe kell állni. Leéltem 60, most már a 68. évet taposom. Hát, hogyha a jövőről van szó, akkor egyedül az ország jövője izgat. És benne természetesen a gyerekeim jövője. Az én jövőm, ez nem külön. A gyerekeim mivel foglalkoznak? A leányom az a külkereskedelmi főiskolát végzett. Hosszú időn keresztül az Artexnél dolgozott. Ott kezdte a legalacsonyabb munkakörbe. Ott is fejezte be az Artexnél. Most az Estée Laudernél dolgozik. A fiam autószerelő volt.
abban a szakmában, a Szerényénél dolgozik a Mészáros utcában. Milyen reményei vannak az ön személyes életének? Tulajdonképpen most már csak az, hogy nem fognak üldözni. Abban reménykedek. Nem leszek áldozata a különböző hangulati elemeknek, amik eluralhatják ezt az országot. És akkor nagyon örülök, hogyha meghúzva magam, nagyon szerény az én családom körébe élhetek. Mikor beszélt vele utoljára? Ő valamikor 89 tavaszán, így pontosan nem tudom megállapítani, utána kellene néznem. De ez valamikor 89 tavaszán volt. Miről beszéltek, emlékszik? Nagyon nehéz volt már vele beszélni. Ez akármilyen megrendítő, szívfájdító, most mindentől el kell vonatkoztatni, hogy most Kádár János, meg politikus, meg életmű, meg kádárizmus, ő akkor már csak és egyre inkább egy iszonyatos gyors tempóba leépülő ember volt. Szerintem, amit egyszer nyers a televízióban mondott, és nagyon nehezteltem rá, ezt hagy mondjam meg, hogy nagyon nehezteltem rá, de egy valamilyen gyűlésen már ezt érzékeltette, hogy nem lehet kommunikálni vele. Ugye ezek egyszerűen, hogy mondja magának, másképp viselem el. Tudjuk, ez a Kádár János a mindennapi életében annyira tapintatos volt mindenkivel szembe. Különösen bajban volt, nehéz helyzetben. És akkor kibeszéli a világnak, és akkor üljön ott a tévé előtt, ő vagy a felesége, hogy kérem, széthullott ez az ember. Miféle dolgok ezek? Ez én szerintem már nem a nyilvánosság, meg a tájékoztatás, meg nem tudom milyen kategóriába tartozik. Hát Kádár János, hogy mondjam, állapota nem az volt, hogy fájt a foga. Egy iszonyatos tragédia volt ez, és borzasztó volt közelről látni egy embernek így mértékű leépülését. Úgyhogy mondom, ez a beszélgetés, hát a legeslegutolsó alkalommal megyek be a titkárságára, egyik is kolléga nőm jön kifelé, sírdogál, hát mondom maga meg, miért sír? Hát azt mondja, tessék elképzelni, az az érzésem, hogy nem ismert meg engem, nem tudja, hogy kivel beszélt, pedig évtizedekig ott dolgozott ő is, és akkor beljebb mentem, és találkoztam vele. Pár szót ugyan én nekem úgy mondott, és volt egy olyan érzésem, mint hogyha valamit halványan ő érzékelt volna, de nekem is az volt a benyomásom, hogy nem volt ma emberi kapcsolat. Rendes ember volt. Minden május elsőn megnéztük. Utolsó integetése tavaly volt. Amikor a vállán volt a kabát, a kalap a kezébe, és ránk nézett, és intettünk ő neki.
És mi a jó érzésünkből jöttünk el. Mert igazán éreztünk vele. Azért jöttünk el most. És mit éreztek? Nem tudtuk, hogy utoljára látjuk már, mint tavaly a felvonuláson. Egyéb módon nem találkoztak? Úgy nem. Úgy. És mégis úgy érzem, hogy nagyon jó szívvel gondolnak rá. Igen. Egész biztos. Igen. Erről beszéljenek, hogy ennek mi az oka. Ő egy rendes ember volt, egyébként nem tudok mondani, csak azt, hogy rendes volt. Nem bántotta senki. Ha bántották volna, akkor más lett volna. De mindenki szerette. A tudomásom szerint. Mióta tudom, tudomásom szerint, hogy hát mióta uralkodik itt Magyarországon, kormányoz ugye a népet, nem bántotta senki. Ha nem jól kormányozta volna, akkor biztos bántották volna. Utolsó halál órájáig tiszteltik, becsülték. Komoly, rendes, okos ember volt, határozott fellépésű, akármerre járt, őt mindig tiszteltik és becsülték. És mi is azon vagyunk, hogy tiszteltük és becsültük. Azon voltunk. Mit gondol a jövőről? Hát a jövőről azt gondolom, hogy az se lesz sokkal rosszabb, inkább talán jobb. Mert mindig jobbat kíván az ember, mint rosszabbat. De ez sem volt rossz, mert rendesen kormányzott, sokáig élt volna, még lehet ő is időzött volna, hogy most már ő is tisztázta volna a helyzetet. Úgyhogy nem lett volna semmi baj se. Biztos nem lett volna. És a német elvtársak, vagy a német Miklós miniszterelnök is, az is azon, hogy rend legyen az országban. Bízunk benne. És a Grósz Károly a helyettese, aki mellette mindjárt az volt uralkodáson kormányzója. Most újból a német Miklós elvtárs van, de az is rendes ember. Az is rendes ember, nagyon rendes ember. Mondta? Hogy ő már nem eltársik. De, hogy nem, hogy mindegy, lehet, úgyis lehet, amúgyis mindegy, hogy mondja az ember, nem számít, rendes legyen az a fontos. Miért gondolja úgy, hogy már nem eltársik? Hogy nem, nem, mert nem, azt talán megszűnt, nem? Nem, azt mondani. Nem. Hát milyen szépen mondták a temetésen, a Nagy Imre temetésén, hogy mondták? Nem mondták, hogy elvtársak, azt mondták, hogy megtisztelést adtak, az biztos, de most nem is ott hirtelen eszembe, hogy is mondták, de... Nagy Imréről mi a véleményük, hogyha így szóba hozták? Hát, hogy amit csináltak vele, amit hallottam, leggorombában elbántak vele, és újból 30 vagy nem tudom hány esztünkre visszahozták, hogy mégis hát ő is csak rendes ember lehetett volna tovább is, de nem engedték, így rendesen el lett temetve, úgyhogy illedő szépen eltemették. De azt is mondják sokan, hogy a Kádár Jánosnak szerepe volt a Nagy Imre félretételében, kivégzésében. Hát akkor még én úgy voltam, hogy fiatal is voltam. Én még nem is tudom azt. Én mindig szerettem. Én azt nem is ismertem még akkor, én nem ismertem. Hát, hogy akkor 20 év, nem tudom hány éves lehettem, 30 nem éves lehettem. Hát. Erről nem hallottak? Erről a vádról? Nem. Vádották volna még, de mindig jót hallottam róla, mióta Budapestre kerültem 54-be, mindig csak jót hallottam róla. Meg akkor is. Akkor ugye nem. Hát ugye akkor nem volt az ember, Sztalinvárosban dolgoztam annak idején, hát ugye jutott felködöm Pestre, azóta én csak rendes embernek ismerem. Így látásból is. De én örültem, hogy megismertem így élve, nem csak úgy televízión keresztül, élve. Épp, hogy majdnem ilyen közel voltunk egymást egy méterre, így voltunk az első kakamegyi munkásőr volt, oda mentünk, és hogy meglássuk még egyszer, utoljára, hogy lássuk meg jó közelről is. Épp, hogy kezet nem fogtunk egymáshoz, kordon ott volt, munkásőrök kerültük. Igen, arra is volt, mert úgy integetett nekünk. Nagyon gyönyörű. És maguknak kettőknek integetett? Nem, mifelénk is, de mindenki jobbra-balra nézett. És most elszúzott bennünket. A kabát a félvállam volt, ha letetszett volna a fényképet, akkor fél van kalap a kezébe, mindig paraszt embernek, kérem szépen, és fogadott mindenkit jobbra-balra, merre ment. Csak amikor vége lett a május elsőjének. Nagyon gyönyörű volt a felvonulása is, tisztelget mindenkit, integetett rendesen, köszöntött, üdvözölt mindenkit, minden dolgozót üdvözölt, kivétel nélkül mindenkit. És minket most ez az érzés hozott ide.
Egyszer utoljára, most már utoljára láttuk meg, hogy étett, azért is jöttünk, hogy hát itt mégis a búcsút veszünk tőle. És mielőtt kimegyünk a temetőbe is. Mi nagyon gyerek is kimentünk. Igaz, mentünk 3 kilométer, de megkerestük. És felkerestük. Ottan a földön, ahol be volt téve. A Szandi utcában lakunk, és közel vagyunk oda a Hősök terihez, és ott is végig, már majd szakadt a lábam, de azért végig jártuk. Tetszett nekünk, amikor énekelték azt is, hogy boldog asszony anyánk. Nekem nagyon tetszett. Az is nekünk vallásos. És én elköszönöm a buszjártárs, és nem tudom, hogy hívják őt máskülönben, hogy tisztelik, hogy Isten áldja a nagy Magyarországot. Az is tiszteli, becsüli a magyarokat. Biztos meglátogat a Kádár. Miniszter érje eltársat, és nem tudom, hogy mondjam, de mindegy. Nem éreznek ellentmondást, hogy semmit, a semmit. Nagy Imre temetésén is kim voltak, és a Kádár Jánoséra is kimennek? Én biztos kimegyek. De ellentmondást nem éreznek? Még ráig nem. Én még pláne nem. És ön? Én meg főleg nem. Én amúgy is iskoláskoromban, mennyi vallásos ember vagyok, voltam, meg az is vagyok most is. Én református, átkereszteltem katolikusnak, énekelni jártam 3 évig sok halottnál. Úgy én benne vagyok ebben, hogy akit meghal, tisztelni, becsülni kell. És még ér, ha jó, azt is tisztelni, becsülni kell. És ha meghal, pláne tisztelni, becsülni kell. Köszönöm. Sose lesz elfelejtve, még élünk, sose lesz elfelejtve. Mink is köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Minden jót kívánok. Még tetszett hallgatni bennünket. Viszontlátásra.